Komlón 25-25 volt az eredmény, most viszont egyértelmű célként fogalmazták meg az egrieknél, hogy győzni kell. Már csak azért is, mert a Mezőkövestől elszenvedett vereség után edzőváltás volt a hazai csapatnál. Tóth Edmond vette át a karmesteri pálcát. Az már az első percekben látható volt, hogy a sárga-feketében játszó hazaiak a kemény védekezésre és a gyors lefordulásokra építik taktikájukat. Ehhez minden adott volt, hiszen a kapuban Radulescu nem egy bravúrt bemutatott. Védekezésben többször is sikerült labdát szerezni, és az indításokból nem egy gól született, még emberhátrányból is. Az új edző jól forgatta csapatát. A komlóiak már az első félidőben 4 gólos hátrányba kerültek, ami a második félidőben 9-re is növekedett. A vége örömjáték lett. 29-22-re nyert az Eger. Ennyire jónak én se reméltem, abban biztos voltam, hogy nyerni fogunk. Én nagyon éreztem a fiúk hozzáállásán, hogy mindennek fognak tenni érte, ezt meg is köszöntem nekik, hogy segítették a bemutatkozásomat, és azt is, hogy elindulhattunk, remélem, egy új úton, és ilyen hozzáállással igenis komoly problémákat tudunk okozni mindenkinek. A komlóiaknak ezzel a vereséggel elszálltak a felsőházi reményei. 10 perc volt jó, de utána mi csinálunk sok technikai hibát, és pár tiszta lerohonás helyzet nem sikerült, és utána volt csak lemegy csapat. Az egriek egyik legjobbja Radoslav Antl volt, aki a pálya bármely pontján felbukkant. Nem bírták tartani a komlóiak, 9-szer volt eredményes. Egyértelműen az döntött, hogy feszesen jól védekeztünk, gratulálok a csapatnak, hogy ilyen szinten fel tudtunk nőni ehhez a mérkőzéshez, nyilatkozta az egriek szlovák válogatott játékosa, akit nem hiába éltettek a győzelem után a Tatran Prešov szurkolók. Az eperjesi zöld-fehérek drukkerei ugyanis megint az egrieket segítették. A 13 pontos Eger ezzel a győzelemmel ismét az utolsó Mezőkövesd elé került. Csütörtökön az 5. Vác következik idegenben.